Rátérünk a harmadik napirendi pontra, ami a tájékoztató, az ADI Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár által elnyert és megvalósított EFOK pályázatok soron kívüli belső ellenőrzéseinek megállapításairól, eredményéről. Csak röviden foglalnám össze, mert szeretném megadni a szót az előterjesztés készítésében résztvevőknek, illetve intézményvezetőasszonynak is, ha úgy gondolja. És röviden a két EFOP-os projektet valósított meg az ADI Endre Művelődési Központ 2018-19 év folyamán, illetve 2020 elején fejeződtek be ezek a projektek. Időközben szabálytalansági eljárás indult, amelyről szóló értesítés 2020. augusztusában érkezett az intézményhez, és akkor még ugye szabálytalansági gyanú bejelentéssel. Erre reagálva az intézmény ugye felvette a kapcsolatot, illetve reagált ezekre a bejelentésre, de a szabálytalansági eljárás lezárásaként 2021. áprilisában az EMMI meghozta azt a döntést, hogy mindkét projekt esetében a támogatásnak a részbeni visszafizetését állapította meg. Ez az egyik projekt esetében, a 373 esetében ez 9.622.211 forintot jelentett, a másik 332-es projekt esetében pedig 3.793.800 forint visszafizetését. A szabálytalansági gyanú megállapításai közül nem mind állta meg a helyét, volt, amit a vizsgálat során helyben hagytak a jegyzőkönyv szerint, illetve a kiértesítés szerint volt, aminél megállapították, hogy a gyanú nem állja meg a helyét, ennek ellenére visszafizetéssel zárult ez a történet. Ekkor az intézmény vezető a jogszabályi lehetőséget megkeresve kompenzációs kérelemmel fordult az EMMI-hez. Az EMMI hatáskörileg áthelyezte a miniszterelnökséghez ezt a kérelmet, és a miniszterelnökség 2021. szeptember 28-án értesítette a döntésről az intézményt, amelyben a visszafizetési kötelezettséget 100%-ban lefedezi, megtéríti, lekompenzálta. Így az intézmény, illetve a fenntartó önkormányzat szempontjából anyagi kár nem keletkezett. Ennek ellenére, amikor szabálytalansági döntés megszületett, én magam úgy láttam helyesnek, ha ezeknek a projekteknek a vonatkozásában egy soron kívüli belső ellenőrzést rendelek el, illetve kérek a belső ellenőrünktől. Ez ugye nem volt betervezve a belső ellenőrzési tervünkben, ez egy ugye plusz feladatot jelentett. Én ezt azért gondoltam helyén valónak, hogy részletesen kerüljön feltárásra, hogy abban az elmúlt időszakban, a projekt megvalósításának az időszakában mi is történt, mi is vezetett ahhoz, hogy ez bekövetkezzen, és az adminisztrációs hibák, illetve a szabálytalansági eljárás folyamán hibaként felmerült. Ezeknek a részletes vizsgálatát lássuk, és erről egy részletes tájékoztatót kapjunk. Én ezt a metódust a későbbiekben mindenképpen tovább szeretném vinni, szabálytalansági eljárásoktól függetlenül a projekt megvalósítások során. Ismereteim szerint az előző időszakban nem volt belső ellenőrzés tárgya az Európai Uniós forrásból megvalósított projekteknek a vizsgálata. Erre szerintem pedig szükség van, ez nem csak az EFOP-os projektek esetén, bár terveim szerint a következő, azaz EFOP 392
ami még megvalósítás alatt álló projekt, és ott az önkormányzat a kedvezményezett, és ez egy nagy összegű projekt, és április 30-án zárul, tehát ott még van lehetőség, hogy egy belső ellenőrzéssel az esetleges adminisztrációs hibákat feltárva tudjunk javítani olyan dolgokon, ami megelőzi azt, hogy esetlegesen az is egy szabálytalansági eljárásba, vagy olyan visszafizetési kötelezettségbe torkoljon, amire nincsen szükség, vagy megelőzhető. És természetesen a többi, nem csak az EFOP, hanem a topos projektek esetében is, amelyek szépen jönnek sorba, hogyha elnyert pályázataink esetében én ezt szükségesnek tartom. Visszatérve erre az anyagra, én szeretném első körben Gyöngyikét megkérni egy rövid bemutatásra, és azt követően pedig Marikát, hogy az a belső ellenőrünket, Károly Ernőné Marikát, hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. Köszönöm szépen. Valójában a polgármester asszony kronológikusan ismertette a projektnek a megvalósítási időpontjait, illetve az elszámolási időszakokat, de mégis azért én is egy rövid összefoglalót szeretnék adni. Valójában ez a két projekt, ez az EFOP 332-es és az EFOP 373-as projektek, tehát uniós támogatású projektek, mindkettő esetében a Művelődési Központ és Városi Könyvtár a kedvezményezett 100%-os támogatási intenzitású pályázat volt, a támogatást is így kapta meg az intézmény. Előfinanszírozásban megkapta az elkülönített bankszámlára az intézmény a 332-es projekt esetében 24 millió forintot, most a forintvégződéseket lemondok. A 373-as projekt pedig 36 millió forintos támogatást jelentett. Nagyon nagy összeg, tehát összességében ez egy 60 millió forintól is több támogatás, amely, ha egy beruházást tekintünk, ha egy építési beruházásra gondolunk, akkor nem nagy összeg, de mivel itt szolgáltatás fejlesztésekről van szó, és humán erőforrás fejlesztésről, ezért ez egy rendkívül nagy összegű támogatásnak minősíthető, és annak is minősítjük, és annak idején, ez 2018 év elején volt, annak idején ez nagy örömére szolgált, mint az intézménynek, mint pedig az önkormányzatnak. Dicsőségként örömmel fogadta az intézményt, és egyben azért kissé meg is rázta, amikor már ugye a részletekbe belementek, hogy micsoda nagy munka lesz ennek a két projektnek az egyidejű végrehajtása. Maga ez a projekt 2016-ban íródott, tehát két évvel korábban, mint ahogy a döntés, a támogatói döntés megszületett. A közreműködő szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma volt, ahol azt kell mondani a gyakorlati tapasztalat alapján, hogy a minisztériumi projektmenedzsereknek is új feladatként jelentkezett ez. Ezt meg is tapasztaltuk a projektek megvalósítása során, ugyanis sokszor változott a felhasználási mutató, a pályázati felhívás több esetben módosult, amely egy olyan alapdokumentum, amelyet a projekt megvalósítása során mindvégig figyelemmel kellett kísérni. És be kellett tartani. Ezek az uniós támogatásokra van egy külön kormányrendelet, amely ugye ez a 2014-es és a 20-as uniós ciklusra vonatkozó támogatások, és egy 272-ben 2014-es kormányrendelet részletesen szabályozza az ezeknek a támogatásoknak a felhasználását. A projektmenedzsment felállt,
2018 évelején, abban bízott az intézmény, hogy talán a pályázat beadásakor megjelölt projektmenedzsmentből a személyek a megvalósítás során is megmaradnak, de ők úgy döntöttek, hogy a megvalósítás során ezt a pozíciót nem vállalják tovább, és az intézményből kellett kijelölni, de ez egyébként a pályázati felhívás szerint is elvárás volt, hogy a szakmai vezetők az kifejezetten az intézmény alkalmazásában álló, közalkalmazotti jogviszonyban lévő személy láthatja el a projektvezetői és a pénzügyi vezetői pozíciót, elláthatta más is, tehát külső személy is. A legfőbb probléma valójában és a legnagyobb kétel, ami a szabálytalansági eljárásnak majd aztán később 2020-ban a eredményeként kiderült, hogy az volt a nagy probléma, hogy projektindításkor a szakmai vezetőt is megbízásos jogviszonyban alkalmazta az intézmény a projekt megvalósítása során, és így ezt a szabálytalansági eljárás során nem vették figyelembe ezt a kifizetési tételt, ez nem került elszámolásra. Abban az esetben lehetett volna elszámolni, hogyha túlmunka, többletmunka díjazásaként kerül ez kifizetésre. Tehát közalkalmazotti jogviszonyban kellett volna hagyni ezt a foglalkoztatási formát. A projekt tehát 2018 tavaszán elindult. A 3-3-2-es projekt a gyermekek tanórán kívüli oktatását, szabadidős tevékenységét támogatja. Rendkívül sok tábor, témanap, témahét, klubfoglalkozás, szakköri órák kerültek megszervezésre. Azt kell mondani, hogy a két projekt esetében 100-tól és több rendezvény valósult meg, amely egyébként a 3-3-2-es vonatkozásában nem csak Nádudvaron valósult meg, hanem még másik három településen is, Szoboszlón, Nagyhegyesen és Ebesen. Tehát ennek a projektnek az eredményeit, azt a sok rendezvényt és szabadidős programot a gyerekek élvezték, és nem csak azok a hátrányos helyzetű gyerekek, akiknek az érdekében ez a projekt valójában megvalósult, hanem nyilván minden más gyerek, aki elment erre a rendezvényre, az is ugyanúgy részesült, tehát ugyanúgy színesítette az ő szabadidős elfoglaltságukat. A 3-7-3-as projekt az a felnőttekre, a felnőtt lakosságra vonatkozóan jelentett humán erőforrás fejlesztési szolgáltatásokat, továbbképzéseket, szintén szakköröket, e-learning továbbképzéseket, tehát az úgynevezett új módszereknek az alkalmazását, művészeti csoportoknak a létrehozását és programok biztosítását részükre. Itt is rengeteg felnőtt lakos került az ellátásba. Azok a indikátorok, amelyeket a pályázat megírása során vállalt az intézmény, ezek megvalósultak, sőt, túlteljesültek. Tehát a lényege az mindkét projektnek, hogy itt nem arra kell gondolni, és ennek a szabálytalansági eljárásnak, szabálytalansági eljárás nem azt állapította meg, hogy nem valósultak meg a rendezvények, hogy nem arra a célra lett fordítva az a pénzeszköz, amit az EMI kihelyezett ide a Nádudvari Művelődési Központra. Minden a szakmai tervben megvalósított célra lett felhasználva, és
a szakmai tervek megvalósultak, tehát a gazdasági események valóságtartalma egy percig nem kérdőjeleződött meg, a számlák és szerződések mögött valós tevékenységek, szakmai tevékenységek valósultak meg, a kifizetések minden esetben jogosan a szolgáltatóhoz kerültek, hanem a szabálytalansági eljárás azt állapította meg, hogy az egyes gazdasági események megvalósítása során adminisztratív hiányosságok valósultak meg, esetleg a dokumentáció nem olyan mélységű volt, mint amit az a bizonyos jogszabály és pályázati útmutató tartalmazott, tehát esetleg a jelenlétében nem szerepelt annyi létszám, mint amennyi indikátor kell, amennyit vállaltunk, vagy a fotókon nem jelent meg, tehát a rendezvények fotói nem jelent meg, az a 20 fő nem látszódott rajta, csak esetleg 18. De persze voltak olyan megállapítások is az eljárás során, és legfőképpen a piaci ár meghatározásánál voltak több olyan elmarasztaló megállapítás, hogy maga, tehát a piaci ár meghatározásakor ugye első időszakban még 5 ajánlatot kellett, aztán majd később 3 ajánlattal is le lehetett bonyolítani a beszerzési eljárást, hogy azok nem voltak pontosan megfogalmazva, szűkszavú volt esetleg, vagy szóismétlések voltak benne, nem volt egyértelmű a feladat meghatározása, és ezáltal félreértelmezhetőek voltak ezek a pályázati felhívások, vagy maguk az ajánlatok. De az eljárás minden esetben lefolytatódott, a nyertes mindig ki lett választva, és a szerződések azzal az illetővel, magánvállalkozóval, vagy társas vállalkozással lettek megkötve. Úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen és nagyon nehezen viselhető állapot volt, amikor ugye 2020 évelején, január-februárban ez a két projekt véget ért, tehát a szakmai megvalósítása megtörtént, és a záró kifizetési kérelmek kerültek beadásra a záró szakmai beszámolókkal, és azt követően kapta az intézmény a levelet az EMMI-től, ugye EMMI közreműködő irányító hatóságtól, hogy szabálytalansági eljárás indult egy külső bejelentés alapján, amely bejelentés a NAV-hoz érkezett először, és aztán illetékességből áttették az EMMI-hez. És ezt a gyanút, ahogy a polgármester asszony is mondta, ezt leközölték az intézménye, akkor még ugye ez csak gyanúként fogalmazódott meg, erre nyilván a választ elküldték az intézményből, volt is, amit elfogadtak, és volt is, amit nem, de az eredménye ugye az volt, amit polgármester asszony elmondott, hogy a szabálytalansági eljárásnak az eredményét kiközölték 2021. augusztusában. És akkor ezt nyilván az intézménynek ennyi ilyen magas összeg visszafizetésére saját erőforrása nincs. Nyilván az önkormányzatnak kellett volna, mint fenntartónak helytállni, de úgy gondoltuk, meg úgy éreztük, az igazság érzetünk nyilván, meg a felelősség érzetünk az diktálta, hogy mindent meg kell mozgatni, hogy ezt a visszafizetést próbáljuk mérsékelni, illetve próbáljunk olyan fedezetet találni, amely az önkormányzatnak nem kerül saját forrásába, és a központi költségvetés tartalmaz is egy ilyen fejlesztési tartalékot, amelyre az intézmény vezető megírta egy kompenzációs kérelmet, nyilván részletesen bemutatva a pályázatot, a projektnek a megvalósítását, és a miniszterelnökség, aki illetékességből ezt a kompenzációs eljárást lefolytatta,
A végeredménye ugye az volt, és egyébként addig a szabálytalansági eljárás felfüggesztésre került, míg a miniszterelnökség ezt az újabb vizsgálatot végezte, és ugye a szeptemberi kiközlése alapján az volt, hogy a visszafizetési kötelezettséget 100%-ban lefedezte. A két minisztérium, tehát az MG és a miniszterelnökség egymás között elvégezte az elszámolást. Tehát az önkormányzatnak sem és az intézménynek sem egy forintot sem kellett visszafizetni, sőt az értesítés azt tartalmazta, hogy az irányító hatóság, tehát mint emmi, egyoldalú szerződés módosítása alapján a szabálytalansággal érintett tételek elszámolhatóvá és kifizethetővé válnak ezáltal a projekt keretében. Tehát ez egy rendkívül pozitív döntése volt a projekt zárásaként, és összességében így visszanézve ezt a két projektnek a megvalósítását, valójában azok, akik a projektmenedzsmentben részt vettek, és a megvalósításában, programok lebonyolításában részt vettek, nagyon sokat dolgoztak a két év alatt. Tehát ez egy 24 hónapos időszakot ölelt el ez a két pályázat, egy időben párhuzamosan futott. Tehát a résztvevők nagyon sokat dolgoztak, minden megvalósult, színvonalasan, mindenki megelégedésére, egyetlen egy olyan reklamáció nem jött vissza sehonnan szerintem a két év alatt, hogy bármelyik rendezvénynek, vagy szakkörnek, vagy tábornak a színvonala nem megfelelő lett volna, vagy az ellátás nem megfelelő lett volna. És ez azt gondolom, hogy megnyugtató. A mind a fenntartó, mind pedig az intézmény szakmai és az intézmény vezető részére, mint szakmai vezető részére, és az önkormányzat részéről pedig az jelenti a pozitív összegzését ennek a két projekt lezárásának, hogy valójában anyagi kár nem érte az önkormányzatot, tehát a 100%-os támogatási intenzitás megvalósul a projekt zárásaként. Maga a belső ellenőrzés, ugye a belső ellen, az önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzése végezte a Komplex Revizor Kft., akinek az ügyvezetője, Károly Ernőné, személyesen végezte az ellenőrzést mindkét projekt esetében, és ő egy nagyon részletes ellenőrzési jelentést nyújtott be a polgármesternek és az intézményvezetőnek, amelyről itt most az előterjesztésben valójában egy kivonatos része jelent meg, de ez is úgy gondolom mindenki számára kellő részletességgel tartalmazza a megállapításokat, ugyanúgy a hibákat, mint az eredményeket. De ha bárki szeretné megnézni az ellenőrzési jelentés teljes anyagát, akkor azt megteheti a polgármesteri hivatalban. Úgyhogy ez az ellenőrzés, mert a Marika majd nyilván elmondja az ő észrevételeit és megállapításait, de ez az ellenőrzés, ez tényleg arra is használjuk és arra is irányul, hogy a jelenleg még futó, hasonló szolgáltatásokat támogató és fejlesztő projektek esetében alkalmazásra kerüljenek, tehát azok a hibák, amelyek felmerültek itt a művelődési központban, azokat maximálisan próbálják a kedvezményezettek figyelembe venni, elkerülni, és az egy nagyon jó döntés és irány, ami polgármester asszony elmondott, hogy a jövőben minden ilyen uniós projektnek a belső ellenőrzését bele fogjuk venni a belső ellenőrzési tervekbe, vagy akár rendkívüli ellenőrzésként el fogja rendelni, és akkor első lesz itt most a sorban, ugye az FOK 392-es projekt, amely
amely valójában zömmel az általános iskolában és a szociális szolgáltató központban zajlik, Nárudvaron, de itt is vannak konzorciumi partnerek, tehát több település is be van ebben vonva, és itt még most a projekten belül vagyunk, tehát ez 2022 áprilisában fog befejeződni, tehát ha ott is fog majd Marika hibákat felelni, akkor azokat még tudjuk orvosolni, tudjuk javítani, illetve az elkövetkezendő hónapokban már a hátralévő eseményeket ennek megfelelően szervezni. Úgyhogy én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy mindezt elmondhattam, és még összegzésül annyit szeretnék mondani, hogy a projektmenedzsment, aki ebben a két projektben részt vett, annak én is részese voltam, a felelősséget vállalom személy szerint én is, nyilván a művelődési központ részéről is, de majd igazgató azt nem biztos el fogja mondani. Tehát vállaljuk a felelősséget, a hiányosságokat maximálisan pótolta az intézmény is, a pénzügyi iroda is, amit lehetett, nyilván amit már nem lehetett, az nem lehetett pótolni, és ezeket a megállapításokat, amit tett a belső ellenőrzés, ez pedig a jövőbeni munkánkban maximálisan figyelembe fogjuk venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor szeretném felkérni Károly Ernőné Marikát a általa elvégzett ellenőrzés főbb megállapításainak ismertetésére. Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont kaphatunk. Általánosságban azért azt el kell mondani, hogy párhuzamosan futó két nagy projektről van szó, mint ahogy Erika is említette, tehát jelentős munkaterhet jelentett az intézmény számára, illetve minden dolgozója számára. Nyilvánvaló, hogy nem csak a szakmai munkát kell értékelni, hanem a pénzügyi részét is ennek a két nagy projektnek. A pénzügyi elszámolásokra vonatkozóan, mint ahogy Erika is mondta, szigorúságok vonatkoznak, tehát én ennek megfelelően végeztem az ellenőrzést. Az ellenőrzési jelentés úgy tételes ellenőrzés volt, ezt hangsúlyozom, mindkét projekt vonatkozásában. Úgy végeztem, hogy a teljes dokumentáció alapján mentem végig, illetve a jogszabály alapján meghatároztam azokat a fő feladatokat, amelyek a továbbiakban folyamatban levő projektek esetében is alkalmazásra kell, hogy kerülhessenek. És megfogalmaztam olyan javaslatokat is, amelyek részben érintik az elmúlt a intézmény vonatkozásában és a továbbiakban hasznosítható. Én úgy gondolom, hogy a tájékoztató tartalmazott kellő részletezettséggel azokat a megállapításokat, amiket én tettem. Nyilvánvalóan ez egyrészt mint ahogy említett egy egyike is, a megbízási díjakhoz kapcsolódó, a piaci ár, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések vonatkozásában, számlák alapítartalmi megfelelősége vonatkozásában, az ellenőrzési jelentésben konkrétan és kiemelésre kerültek. Tehát én úgy gondolom, hogy most ennek a tanácskozásnak nem az a cél, hogy a ellenőrzési jelentésben, részletekben belemenjünk, de bárkinek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van, szívesen állok elni a kérdésre. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy kérdezem intézményvezető asszonyt, kíván-e reagálni? Köszönöm szépen. Csak néhány szóban szeretnék mindenkit polgármester asszony, illetve Gyönyike. A Gyönyike említette a 2021 év augusztusában kaptuk, nem ezt szeretném korrigálni, mert év elején kaptuk meg erre vonatkozóan a szabálytalansági eljárás eredményére vonatkozóan a tájékoztatást. Akkor, amikor megkaptuk ezt a pozitív, illetve kezdem ott, hogy a pályázatíróval elkészítettük ezt a két pályázatot, igyekeztünk olyan programelemeket beletenni, ami a helyi adottságainkat, illetve a helyi tevékenységünket nagyrészt átfedi, illetve pluszt tesz hozzá.
Azt azért nem gondoltuk, hogy egyszerre megnyerjük mind a két pályázatot, de ugye a pályázati feltételekben benne volt, és ahhoz próbáltunk igazodni, hogy az intézmény dolgozóinak kellett ezt megvalósítani, tehát itt igyekeztünk a pályázat mind a két pályázat megvalósításánál a megfelelő szakmai munkatársat megkeresni, tehát a 3-3-2-es pályázatnál a szakmai vezető Varga Zsuzsi lett, a 3-7-3-nál végzettség szerint nekem kellett bevállalni a szakmai vezetést, és ugye a pénzügyi és a projektmenedzseri vezetésre Jakab Nébekerülőjét kértük meg, és úgy gondoltuk, hogy ez így a lehető legjobban és legrugalmasabban fogjuk tudni végig az ellenőrzés alatt, illetve a megszervezést megvalósítani. Igyekeztünk minden kollégát, minden dolgozót az intézményből bevonni a lebonyolításban. Ugye úgy nevezzük, hogy kedvezményezettek voltunk, de az igazi kedvezményezett az valójában azok a települések, a 4 település, illetve azok a programban résztvevő gyerekek és felnőttek voltak, civil szervezetek, akiknek ezeket megszerveztük. Minden program ingyenes volt, ez ugye feltétele volt a pályázatnak, díjat nem szedtünk, semmilyen programra nem lehetett részvételi díjat kérni. Nagyon sok pedagógus vett ebben részt, közösen dolgoztunk velük. Nagyon sok civil szervezet, és hát valóban sok feladat volt. Talán annyit szeretnék még itt nem hangzott el, hogy az irányítóhatóság részéről nagyon sokszor változott a kapcsolattartó személye, akivel ugye mi egyeztettünk, amit mi kérdeztünk, és hát ugye a mérföldkövek beadásánál ez nagyon ütemesen, rendszeresen megtörtént határidőre. Semmilyen olyan elmarasztaló vagy olyan visszajelzés nem érkezett, ami azt jelezte volna, hogy valamilyen szerződésünk vagy valamilyen eljárásunk hibás. Tehát abban a hiszemben dolgoztunk, hogy jól dolgoztunk, és úgy gondoljuk, hogy ez a belső ellenőrzés, amit ugye megkaptunk, és köszönjük szépen Marikának a részletes munkát. Igyekeztünk azóta a belső ellenőrzés adataira hagyatkozva minden olyan hiányosságunkat, ahogy Gyöngyike is mondta, pótolni, és úgy gondolom, hogy mi tiszta lelkiismerettel és tudásunk legjavát nyújtva próbáltuk megvalósítani ezeket a projektelemeket. Amennyiben lesz a jövőben ilyen EFOP pályázat, már pedig valószínűsíthető, hogy a következő időszakra lesz kiírás, és ha a tisztelt testület hozzájárulását adja, talán nagyobb rutinnal és nagyobb szakmai tudással fogunk tudni belevágni egy következő pályázatnak a lehetőségébe. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bizottsági véleményt kérnek szépen. Köszönöm. Tegnap folyamán bizottságén tárgyalt ezt az előterjesztést is. Meghallgattuk a belső ellenőrzést végző Marikát is, illetve az intézmény vezető asszonyt is. Tájékoztatást kaptunk, válaszokat kaptunk kérdéseinkre. A bizottság is arra az álláspontra jutott, hogy javasoljuk a jövőben a belső ellenőrzéseket, a folyamatos belső ellenőrzéseket beiktatni egy-egy ilyen projekteknél, hogy időben kiderülhessen esetlegesen, hogy most megbízási szerződés, hogy milyen egyébként kell alkalmazni. Teljes mértékben elfogadtuk a tájékoztatót, illetve a belső ellenőrzésről készült anyagot. Azzal a módosítással szeretnénk a határozati javaslatot elfogadásra javasolni a tisztelt képviselőtestületnek, mely szerint a határozati javaslat első részében Adi Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár még kedvezményezettet szeretnénk módosítani, mert azt kimaradt a könyvtár rész. Tehát ezen a módosítással elfogadásra javasoljuk a tisztelt képviselőtestületnek. Köszönöm szépen! Képviselőkhöz forduló kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat tekintetében. Képviselő úgy jelentkezett?
Igen, jelentkeztem. Tehát a, ahogy a határozat szövegéből kitűnik, a következményeket a munkáltatói joggyakorlójának kezében adja a testület, így aztán én nem is nagyon szeretnék ezzel foglalkozni. Néhány, tehát annak idején én betekintést kaptam az EMMI, betekintési lehetőséget kaptam az EMMI jegyzőkönyvébe, és nagyon-nagyon már nem tudok rá emlékezni, hogy milyen jellegű kifogások voltak. Nem nagyon merül fel kétség a programok megvalósításában, formai hiányosságokról volt szó, ami a munkai vagy büntetőjogi felelősségeket kiszárta. Tehát ilyesmi szóba sem kerül benne. Néhány tételben azért szeretnék szemezgetni, hogy mik is voltak ezek. Mert itt azért nem hangzottak el konkrétan ilyen dolgok. A projekt szakmai vezetőjének kiválasztása ugye nem történhetett volna megbízási szerződéssel. A megbízási szerződés megkötését olyan dolgok előzték meg, amit aggályosnak tartotta az EMMI. Az intézmény vezetője egy tájékoztatás keretében bemutatta a projektet, az azzal kapcsolatos feladatokat, amely eljárás során 5 árajánlat érkezett. A nyertes ajánlattevő az intézmény vezető lett, azonban további 4 árajánlatot adó személy is az Ady Endre Művelési Központ dolgozója. Tehát én ezt picit aggályosnak tartom, elhiszem, hogy nincsenek a feladatra alkalmas személyek. Oda, jobban oda kell figyelni a hasonló dolgoknál, mint az összes többi ajánlattételnél, beszerzési eljárásnál, hogy ezek fel se merüljenek az ilyen jellegű összeférhetetlenség. Továbbiakban az EMMI megvizsgálta az átadás átviteli dokumentumokat, ajánlatlapokat, figyelemmel a hasonló írásformára, felmerült a gyanú, ugyanazon tollal egy személy töltötte ki azokat. EMMI megállapítás nem az enyém. Tehát ezeket én úgy elfogadhatatlannak tartom. A többi ajánlatkérésnél is megállapítható az EMMI szerint, hogy az ajánlatok zömét az ANK alkalmazottai adták, akiknek alkalmassága nem volt igazolt. Több esetben megállapítható az összeférhetetlenség. Az ellenőrzés vélelmezte, hogy az ajánlatokat egy személy adta. Rengeteg hiba van a programok dokumentálásánál, rengeteg hibát írnak. Felületes kiírásnak nem megfelelő, a résztvevők száma, összetétele, részvétel időpontja nem igazolt. Olyan megállapítást is tettek, hogy az egy időben megvalósuló programok esetén egy személy egy időben több eseményen is megjelent. Tehát ezek a hibák számtalanszor előfordultak, nagyobb odafigyelés, és olyan személy alkalmazása szükséges az ilyen programok megvalósításán, akinek van rá ideje, végzettsége. Tehát ezért véleményem szerint azért is volt a kiírásban az, hogy olyan személyt kell alkalmazni közalkalmazottként, aki pluszban ezt a feladatot el tudja látni, mert számomra nehezen elfogadható, hogy 2-3 éven keresztül valaki heti plusz 20 órában el tudja látni ezt a feladatot. Plusz 20 órában. Tehát elvégzi a napi, mindennapi heti 40 órás feladatát, és még plusz 20 órában ezen a projekten dolgozik. És egyébként tehát a határozat szerint a polgármester asszony döntése, hogy ennek milyen következményei vannak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nem is olyan, hogy már kérdésem. Nem is, felolvastam az előtt.
Én egyet szeretnék ehhez hozzáfűzni, tehát a felhívásban az volt, hogy szakmai vezető az intézményben dolgozó lehet. Tehát, és közalkalmazotti jogviszonyban. Ezt biztosítani kellett ahhoz, hogy a projekt végrehajtása biztosított legyen. Ez külön ki volt kötve. Intézmény dolgozója kell, hogy legyen, aki felel a projekt végrehajtásáért. Szakmai végzettsége ehhez képest meg volt határozva, így esett a szakmai vezetőknek a választása Varga Zsuzsira, illetve rám, tehát a szakmai vezetőnek a választására. Az, hogy hogyan fogalmaztunk ott az ajánlatkérésekben, igen, ott a intézmény vezető helyett a projektvezetőnek kellett volna kiírásban szerepelni, vagy a projektmenedzsernek. Voltak adminisztrációs hibák, amiket védettünk. De volt olyan feltételezés, amilyen feltételezés, én úgy gondolom, hogy ez nem állt meg a helyét, hogy egy személy, vagy tollal, vagy jelent, tehát ezt azért. Ezt nem tudtuk. Ezt. Igen. Köszönöm szépen. Képviselő szépen? Igen, én annyit szeretném hozzátenni, hogy én is láttam annak idején a jegyzőkönyvben. Én is láttam utána azt a határozatot, amelyben a szabálytalanságot megállapították. Betekintési jót kaptunk rá, tollapapír biztosítottatunk, de jelentős mennyiségű iratlanul volt. Bevallom őszintén, hogy nem hifláztam be kívülről az egészet. És egyébként a megvalósítás során is már lehetett hallani ezt-azt. Nem ma született bárány vagyok, nem most hallok a sztoriról először, és nem csak innen szereztem meg az információmat. De te az ilyen azt mondtad, hogy tiszta lelkiismeretedben fogadod, hogy a legjobb tudásod szerint jártál el. Ez nekem most elég. Ami még nekem feltűnt, igen, ugyanaz, mint képviselőtársamnak, hogy a szabálytalanság ténye meg lett állapítva, a felelősség el lett fogadva, mint Györgyike részéről, pénzügyi vezetőként, mint pedig az intézmény vezetője részéről, aki ugye a szakmai vezetője volt a projekt, mindkét projekt esetében. Nem, csak az egyik. Bocsánat, a Másinál Zsuzsi. Ő nem tudhatjuk, ő nem nyilatkozik, hogy vállalja a felelősséget. A szabálytalanság ténye megállapítatott, az ellenőrzés során nagyon szépen felvettára minden. Egyet tudunk, ő nem volt ott a megvalósítás során, csak magán az ellenőrzésen. Amikor már túl voltunk egy szabálytalanságot megállapító határozaton, utána megszületett az ellenőrzés, a gyönyörű szép anyagban, nem tagadás semmit, mindent leír úgy, ahogy történt, és a határozat, amelyik az előterjesztés végén van, azt tartalmazza, hogy a munkáltatói jogkör gyakorolja a jutalmazásnak vegye figyelembe. Hogy ez úgy vegye figyelembe, mint negatív korrekciós tényező, vagy pozitív, vagy semmilyenbe. Ezt tényleg csak a polgármesternek is feltétlenül úgy, hogy fogja figyelembe venni. Én nem fogom elfogadni ezt a határozatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyéb? Képviselő, köszönöm. Képviselő. Amit képviselőtársam említett a kis észrevételében, erre részben van egy válasz egyébként a belső ellenőrzésnek a munkaanyagában. A hatodik oldalon úgy kezdődik a egyik bekezdés, a feladatellátáshoz szükséges szakmai összetétel nem megfelelő. Tehát gondolom, hogy ez így volt egy évvel ezelőtt is, meg két évvel ezelőtt is. Tehát erre lehetett alapozni egyébként a projekt benyújtásának idejében is. Illetve olyan is van ugyanebben a bekezdésben, hogy nem indokolt továbbá a csoportvezetői státusz létrehozása sem. Tehát akkor itt egyéb más gondok is lehetnek, ha nem csak a szakmai összetételben. Akkor te most egy másik helyzetben is utaz?
Ez a következő. Ez a következő. Bocsánat, csak hogy ez is benne van, a másik a belső csökkentésben. Másik, de most ez van. Tehát, hát csak hogy ez ide kötődik. De most, hogy alkalmas volt. Azt nem tudom. Ez hangzott el. Ez hangzott el. A pályázat beletadva, úgy, hogy tisztában voltak azzal, hogy ilyen állomány van a hátunkon. És arra a pályázatra beadták a pályázatot, és vállalták, hogy az annak a feltételeknek meg fognak felelni. Így az volt a véve. Nem, csak tehát ez benne van a következő ellenőrzésben, hogy a szakmai összetétel a műfájban nem megfelelő. Tehát a jövőre vonatkoztatva, igen, van, van, így vagy ezt ezzel változni kell. Nem hozzunk a számba, mert se lejjelni, segítök hozzá. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Most végignéztem, négyen voltunk képviselők, akik itt a teremben vagyunk, abban az időben, amikor rögtön a testületednek a projektnek a bejutásáról. Igazából azt kell elmondani, hogy nem ismertük részleteiben sem a kiírást, sem menet közben nem volt tárgyalás arról, hogy hogyan is áll ennek a projektnek a végrehajtása, sőt, mondhatom, hogy egyiknek, egyikről sem. Azt hiszem, egyetértettek vele. Úgyhogy voltak ugyan projekt értekezletek, de oda azok az emberek voltak hívva, akiket a projektmenedzsmentben részt vettek, de a képviselők így nem voltak beavatva. Így nem is láttunk rá gyakorlatilag, ilyen mélységben, mint a milyen anyagot most mi elénk tárt ugye a vizsgálat. És ugye meg kell mondani, hogy nagyon komoly adminisztrációs előírások vannak, még akkor is, hogyha a kiírásban nem ennyire komolyan szerepel. De az is tudva levő, hogy ez annyi többet munkált ró, ami nincs úgy ismerve a projektben. Ugye lehetett? Nem. Mert a projektmenedzsmentnek, ahogy kiszámoltam az egyik projektben, olyan 600 ezer forint a költsége, amit el lehet számolni, és két évre, hát a komoly szakember ezt nem igen vállalja be, én úgy gondolom, ennyi pénzért. Na de, hogyha komolyat akarunk, akkor azt meg kell fizetni nyilván, hát akkor legfeljebb majd az intézménynek a költségvetése tervén, hogy biztonságban érezze magát a pályázatot beadó intézmény, mert végül is ő a felelős, akár akivel adta a pályázatot, tehát akár ki is működik közre. Na szumma szummárom, én az anyagát elolvasván, Marikától a szokásos precizitást, meg teljes körülséget ugye megkaptuk ebben a vizsgálatban. Hát Gyöngyike ugye megint rávilágított azokra a dolgokra, hogy kiegészítette a vizsgálatnak az előzményeivel ezt az előterjesztést. Én úgy gondolom, hogy ez jó tanuló idő volt, mert most pedig azért nem beszélek, mert nem állapította meg azt a szabálytalanság ügyi eljárás, amit meg egyáltalán a vizsgálat sem, hogy nem a célra használták fel, vagy nem a célra fordították, vagy nem arra, amire adták a pénzt, hanem adminisztratív dokumentációs hiányosságok miatt volt gyakorlatilag itt a pénzelvonásról szó, illetve átkilátásba helyezése. Hát az egy másik dolog, hogy hála a jó Istennek a kompenzációt megkapta a önkormányzat, így nem kell visszafizetni egy fillért sem, még kamatot sem, de ebből okulni kell.
Jelezni kell az mindenképpen a fenntartó felé, vagy a magánról önkormányzati projekteknél is a projektmenedzsmentnek, résztvevőknek, hogyha valamilyen akadály, akár humán erőforrás hiánya, ahhoz, hogy biztonságosan végre lehessen hajtani egy projektet, és gyakori, vagy nem gyakori már, hanem már most elkezdődött gyakorlatilag a projektek végrehajtásáról egy beszámolási időszak, de ezek a humánok projektekre vonatkozóan, ne csak a beruházást érintő projektekre vonatkozóan kérjünk ilyen beszámoltatást, mert hogy legyen képe a testület folyamatában a végrehajtásra. Hát én köszönöm szépen ezt az elemzést, a gyönyékének a kiegészítés, mert így lett kerek, és hát a határozati javaslatban foglaltakat, gondolom azért fogalmazták meg az előterjesztők, hogy mi a testületnek a véleménye. Mennyire súlyosan az összes körülményt figyelembe véve, mennyire súlyosan minősíti ezt a szabálytalansági eljárást, hogy van-e esetleg más javaslata a képviselőtestületnek a felelősségre vonást illetően, ami már én úgy gondolom, hogy lassan okafogyottá válik, de akkor is úgy gondolom, hogy én a magam részéről ezt támogatom, ha nem, én nem minősítem a munkáltatótól egy hatáskör elvonásnak ezt a határozati javaslatot. Én ezt elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én még egy gondolat elejéig szeretnék szót kérni. Képviselő asszony kijelentése, hogy megmutatta a fülemet, hogy ez most jutalom lesz, vagy dicséret, vagy elvonás, vagy egyebek. Tehát, mint pénzügyi bizottság elnöke és tegnap vezényeltük az ülést is, nem gondolom, hogy ebből a szóösszetételből bárkinek a várveregetés fog eszébe jutni, pont ellenkezőleg. Illetve tegnap bizottsági ülésen sem gondoltuk azt, hogy itt bármilyen konkrétumot, bármilyen nevesített számösszeget, hogy bármit le kellene írni. Tényeket tudjuk, hogy honnan indultunk, tudjuk, hogy hol vagyunk. Hál' Istennek a belső ellenőrzés mindenre megvilágítva feltárta a nem megfelelőségeket. Én azt gondolom, hogy ahogy Erzsike is mondta, a tanulópénzt ugyan nem fizettünk, de egy ilyen érdekes tanulópénzt mégis, hiszen tudjuk most ellenőrizni a folyamatban lévő pályázatainkat, illetve a jövőben azt gondolom, hogy erre még nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni. Tehát én személy szerint, illetve tegnap a bizottság döntését is tolmácsolva a mai ülésre, azt gondolom, hogy semmi ilyen nincs benne, hogy most ez plusz jutalmat fognak esetleg erről kapni, de hogy nem kell ezt ilyen óvodai szintig szerintem fogalmazva beleírni, hogy most mi fog történni. Én azt gondolom, hogy a munkáltatónak ezt a jogot átadjuk, kikért a véleményünket is, és akkor ennek megfelelően. Nem átadjuk, hanem nem mondjuk el. Akkor ugyanaz, nála van a döntésjoga, illetve mi javasolhatunk. Mindenek nagyon köszönöm. Köszönöm. Képviselő asszony. Köszönöm szépen a szót, ha én megettem szólítva. Az, hogy mi van legjobb, hogy mit gondolunk mögöttünk, mi gondolsz te, vagy mi gondol a polgármester asszony, hogy mi gondol az, aki olvashatja ezt a határozatot, nekem nem tisztem megítélni. És nem is látok a fejedbe. Remélhetesen a terünkben. Az egy más kérdés, hogy én honnan fogom azt megtudni, vagy meglátni, hogy ennek akkor mi lett a végeredménye. Sehonnan. Majd megkérdezem. Teljes mértékben a munkáltatók gyakorlójának a kompetenciájában tartozik, és utána vagy beszámol róla, vagy nem, mert ugye a képviselői munkám ellátásához nekem nem szükséges tudni, hogy az intézmény vezetők mekkora jutalmazásban részesülnek. Ez egyértelmű, de azt gondolom, és örülök, hogy nem látok a fejükbe, mert lehet olyan látnék, amit nem szeretnék. Kicagázom. Jó. Tehát szerintem ezt itt zárjuk is rövidre. Én azt gondolom, hogy ha erről a később érdemes tájékoztatás kész, biztos, hogy meg fogod kapni. Vagy nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
az előterjesztőként végére, tehát ez az egész folyamat azt a kérdést vetette föl, és egyébként a múltba visszamenőlegesen is, és ma is, hogy képes-e az önkormányzat, illetve mennyire volt képes az önkormányzat az elmúlt időszakban is, illetve az intézmények, feladatellátóhelyek önállóan fejlesztési projekteket megvalósítani, különös tekintettel Európai Uniós forrásból. Ezt szépen láthattuk ennek a feltárását ennek kapcsán, és minden ilyen ellenőrzésnél ezt a kérdést kell feltenni magunknak, és azt tudomásul venni, hogy Európai Uniós forrásból megvalósítani projektet egy egészen más műfaj, sokkal nehezebb, mint a hazai. Mutatja ez az is, hogy ennél a konkrét intézménynél a hazai finanszírozású projektek esetében soha semmilyen elszámolási vagy szabálytalansági probléma nem merült fel. Azt is látnunk kell, hogy ezeknek a projekteknek az esetében, és itt csak a szakmai vezetőre volt kihegyezve a dolog, illetve a pénzügyi vezetőre, de hát ugye van ennek projektmenedzsere is ezeknek a projekteknek, itt konkrétan nevesíteni három főt kellett, a szakmai vezetőt, a projektmenedzsert, illetve a pénzügyi vezetőt, és kérdésként vetődik fel, hogy ez belső erőforrásból tudja megvalósítani az az adott intézmény önkormányzat, vagy pedig esetleg külső erőforrás szükséges-e. Minden ilyen esetben, hogy benyújtunk egy pályázatot, ezt minden esetben alaposan mérlegelni kell, hogy milyen erőforrásokat tudunk hozzárendelni, és csak ezzel együtt lehet felelős döntést hozni egy pályázat benyújtásakor. Az, hogy most melyik lesz sikeres, melyik nem, azt gondolom, hogy annak az adott időpillanatnak, az adott kollégának, a pályázó, aki ezzel foglalkozik, illetve a szakmai stábnak, a megvalósítóknak az adott leterheltségétől, éppen tehát nyilvánvalóan a képzettségétől, nagyon sok mindentől függ. Nem mindig sikeres külső szereplő bevonása, mert neki is mindenképpen szoros együttműködésben kell lennie azzal az adott kedvezményezettel, de ezeket mind végig kell gondolni. Alapvetően nem a büntető attitűddel álltam ehhez a kérdéshez a megítéléskor. Ugyanakkor ezért is kértem ezt a igen részletes belső vizsgálatot, és az, hogy ennek milyen következményei lesznek, annak csak egy szelete látható jelen előterjesztésben. Ugyanis azt gondolom, hogy a személyi felelősségen túlmenően itt szervezeti felelősség vállalásról is szó van. Tehát a felelősség vállalásnak, illetve a következményeknek a jövőben a szervezeti változásokban kell megmutatkoznia, illetve abban a feladatellátásban, ami a jövőben előttünk áll. Konkrétan a művelődési ház esetében a elkövetkező testületi ülések egyikén, de még idén kívánom előterjeszteni a szervezeti működési szabályzatot, ami már lassan egy éve heber az asztalomon, és azért a veszélyhelyzet idején azért sem kívántam ezt polgármesteri hatáskörben elfogadni, mert szerettem volna, ha végigmegy ez a folyamat, ami a pályázatokkal kapcsolatos volt ebben az intézmény esetében, illetve november 1-jével, már tavaly november 1-jével munkatörvénykönyvesek lettek a kollégák, tehát más dimenzióban mozgunk, mint a közalkalmazotti jogviszony esetében, és új feladatok várnak az intézményre, ha megnézzük azt, hogy a régi városháza épületében, a kiállító térben ott a programok, illetve a szakmai tartalom megtöltése az én elképzeléseim szerint azt gondolom, hogy ennek az intézménynek lehet a feladata. Van egy rendezvényterünk, ami nyilvánvalóan üzemeltetjük fizikálisan, ahogy üzemeltetjük, de ott 5 éves fenntartási kötelezettséget vállaltunk, amiben éves szinten rendezvénynaptárt kell készíteni, tehát programokat kell odavinni. Az is azt gondolom, hogy
ki másra hárulhatna, mint erre az intézményre. Ugyanakkor figyelmeztető, és ez majd a következő napirendi pontnak a témája lesz, hogy a jelen állapotában az intézmény ennyi feladatot tud ellátni, és hát láthatjuk, hogy a projektek menedzselése már meghaladta az erejüket, illetve a kapacitásaikat. A lelkiismeretre kitérve pedig azt hiszem, hogy van néhány olyan beruházás a város központilag frekventált helyén, ahol sokaknak a lelkiismerete háboroghat, vagy éppenséggel megszólalhat. Tehát azt gondolom, hogy a lelkiismereti kérdéseket mindenki beszélje meg magával, illetve a Jóistennel hite szerint. Én azon a következetességen szeretnék végigmenni, ami egy ilyen helyzetből is a lehető legeredményesebb produktumot fogja kihozni, és az elkövetkezendő időknek a lépéseit ennek szellemében szeretném megtenni. Köszönöm szépen! Akkor lezárnám a napi rendi pontot, és szavazásra tenném fel a határozati javaslatot, amely a következőképpen hangzik. Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestülete elfogadja az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár mint kedvezményezett, és itt az EFOP pályázat kódszáma. Az Ady Endre Művelődési Központ közművelődési programja a köznevelés eredményességét Nádudvaron, és a másik EFOP pályázat az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása az Ady Endre Városi Művelődési Központban Nádudvaron projektek belső ellenőrzéséről készült tájékoztatót. A megállapított szabálytalanság miatti visszafizetési kötelezettséget 100%-ban lefedező forrást hagyott jóvá a miniszterelnökség, így az intézménynek és azon keresztül az önkormányzatnak anyagi kára nem keletkezett. Ugyanakkor a szabálytalanság ténye miatt felhívja a kedvezményezett intézmény vezetőjének a figyelmét, hogy a jövőben nagyobb körültekintéssel és folyamatba épített ellenőrzéssel érje el, hogy jogszabályellenes tevékenység az intézményben ne történhessen. Javasolja a munkáltatói jog gyakorlójának, hogy jutalomról történő döntésénél ne csak az intézmény alaptevékenysége körében végzett munkát, hanem az intézmény projektjeinek végrehajtását is értékelje. Kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezni szíveskedjen. Megállapít... igen? Hat, igen. Egy, nem. Tartózkodás, két tartózkodás. Tehát megállapítom, hogy 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodással elfogadtuk a tájékoztatót.